Otto Rán, Lucifer udvartartása, Utazás Európa jó szellemeihez. A kiadó előszava A náci korszak egyik legrejtélyesebb alakjának titokzatos SS dossziéja került elő a II. világháború végén. A feljegyzésekből egy misztikus utakon járó történész életét ismerjük meg, aki egy olyan politikai és eszme hőse, majd áldozata volt, amely emberek millióinak életét követelte. De valóban hős és áldozat volt rán. Egyáltalán ki volt ez a férfi, akinek életéről oly sokat, és mégis oly keveset tudunk. 1904-ben született a festői Michelstadtban, a nagy északi isten Odin Alfadir szülőföldjén. A mindennapokat az ősi európai legendák szőtték át, a Nibelung legendák hős sárkánygyilkosának, Siegfriednek otthonában. A kis Ottót édesanyja korán megismertette a grál románcok, Parsifal és Siegfried történeteivel, így szerzőnk gyermekévei Artur király birodalmának csodálatos mesevilágában teltek. Ahogy később maga Rán mondta, a grál világából jövök, Parsifal, Siegfried és Odin Wotan voltak a keresztapáim. 1924-ben szerzett főiskolai diplomát történelem és filológia szakon. A dél-franciaországi nyelvek kutatására szakosodott, majd Gizenben, Freiburgban és Brisgauban folytatta egyetemi tanulmányait. 1928-tól Svájcban és Franciaországban dolgozott, nyelvtanárként, fordítóként, majd az 1930-as válság után mindenféle munkát elvállalt, hogy szenvedélyének a grál kutatásának élhessen nagyon szerény körülmények között élt, és máig nem tudni hogyan, de kutató útjait mégis mindig sikerült finanszíroznia. Sokat tartózkodott Monsegurban, ahol kiterjedt kutatásokat folytatott. 1932. márciusában vita tört ki a La Depes egyik címe nyomán, ami a Polarié testvériség, a teozófiai társasághoz kapcsolódó csoport, amely különösen aktív volt Franciaországban és Angliában, egyik csoportjának tevékenységéről szólt. Úgy gondolták, hogy az Usset-le-Bain és Ornolak Barlangjait kutató csoport vezetője Rán, akinek német származása komoly aggályokat vetett fel, akkor feszült politikai viszonyai között. Rán ugyan nyomatékosan kijelentette, hogy ő csak egy egyszerű író, aki a katarokat kutatja, és semmi köze az okkultizmushoz, a spiritualizmushoz és még soha nem hallott a Pollerié testvériségről. De kétséges, hogy sokan hittek neki. Több forrásból úgy tűnik, Malgre, író költő bátorította az expedícióra Ránt, aki abban az időben a Párizsi Biblioték Nacionálban, nemzeti könyvtár, folytatott kutató munkát. Azonban Malgre tisztelete és csodálata Rán iránt nem tartott sokáig, és úgy gondolta, hogy a fiatal német kém volt. Talán soha nem tudjuk meg, miért vádolta pártfogoltját Magre kémkedéssel, de lehet úgy gondolta, hogy a nacionalista politikai események a 30-as évek elején olyan magával ragadóak voltak, hogy az olyan szenvedélyes tudósok és kalandorok, mint Rán, nem tudtak ellenállni nekik. Vannak azonban bizonyítékok arra vonatkozólag, hogy Rán és Magre mindketten a polárié tagjai voltak, és könnyen elképzelhető, hogy a vádak alapja semmi más nem volt, pusztán szakmai és személyes féltékenység. Magre ugyanis bemutatta ránt Antonin Gadal történésznek, aki maga is a grát kutatta, és a két férfi között nagyon szoros, apa-fiú-tanár-diák kapcsolat alakult ki. Rán hite szerint a grál egyesíthette volna Európát. Ez az elképzelés munkájában központi helyen szerepelt. 1933-as könyve a Kreuzung gegen Graal felkeltette Heinrich Himmler, a harmadik birodalom legnagyobb okkultistájának figyelmét is. A náci vallás egyik fő ideológusa, Alfred Rosenberg, a 20. század mítosza című könyvében írt a vérvallásról, aminek központi témája a kereszthalált halt Jézus vérét felfogó isteni kehely, a Szent Grál volt, illetve Jézus és Mária Magdolna házasságából született fiúgyermek a Szentföldről Dél-Franciaországba átszöktetett barabás vérvonal, akinek utódai a Meroving dinasztia tagjai. Az okkultizmus bűvöletében élő Himmler ezért figyelt fel Ránra, akinek sorsa innentől kezdve megpecsételődött. A könyv megjelenése után nem sokkal Rán kapott egy titokzatos táviratot, aminek szerzője havi ezer márkát ajánlott fel neki egy hasonló szellemiségű második könyvért anyagi terhektől sújtottan, rán élt a felkínált lehetőséggel. Ám bizonyára megdöbbent, amikor a személyes találkozó alkalmával maga Himmler fogadta. A Grál kutatásának szenvedélye és a támogató rendszer politikai eszméje csapott össze lelkében. Mint mindig, ezúttal is a grál győzött, és rán belépett az eszbe. Hitler és Himmler okultista érdeklődése lehetőséget és csapdát is jelentett ránnak, a náci Indiana Jonesnak, hogy a Parsifal alapján keresse a kejhet. A náci Camelot szellemiségében kutathatott tovább, és 1937-ben kiadta a Lucifer szolgái úti könyvét. Hiába a náci propaganda rendelte meg a könyvet, rán mégis méltó módon ábrázolta Lucifert. Ahogy Arnaud de Aprimon a francia kiadás előszavában írta, hiába, az átlag halandó számára Lucifer azonos az ördöggel, vagy a sátánnal. Rán esetében ez nem így van, neki Lucifer valójában Luciber volt, a fényhozó, Abelio, Baldur, Apollo, egy rendkívül tiszta és fényes lény. Lucifer vigyázó szemei követték a Szent Grál zsidó származású kutatójának életét, aki igen magas beosztású náci tiszt lett, főhadnagy rangig vitte. Vonzódása a férfiakhoz pedig nyílt titok volt a német birodalomban. Bár az SS-be csak és kizárólag tiszta vérvonalú ária emberek léphettek be, rán mindig elodázta a származását vizsgáló családfa benyújtását, többnyire az utazásaira hivatkozva. A sátán által megírt sorsától azonban még Lucifer sem menthette meg. Az eszeszből való kilépésének ára az öngyilkosság volt. Egyes történészek szerint a hatalmas stresszt alkoholba folytó kutató a legvégsőbb megoldást választotta. Érezte, hogy szorul a hurok. Himmler immáron nem volt elnéző vele, mivel az ígért és elvárt bizonyítékokat nem tudta a náci Németország számára bemutatni. Egyesek szerint nem is akarta átadni a gráról szóló leleteit a németeknek. Valamint egyre több plegyka kelt szányra a zsidó származásáról. Édesanyja zsidó volt. Valamint már ő maga sem tudta, és akarta tovább titkolni homoszexualitását. Hogy még jobban megtörjék és összeroppantsák a német haláltáborokba, Dachauba és Buchenwaldba osztották be őrnek hogy személyesen is átélje azt a borzalmat, ami ellen mindig is felemelte a hangját, és messze menőkig elítélt. 1939. március 13-án tűnt el nyomtalanul az osztrák alpokban, nem messze Hitler sasfészkétől. Testét soha nem találták meg. A német propaganda gépezet ekkor is tökéletesen működött. Az öngyilkosságba kergetett férfit a nácik nemzeti hősként mutatták be az újságok címlapjain, nem derülhetett ki, hogy az elismert kutató zsidó volt, és a férfiakhoz vonzódott. 1941. áprilisában a németek egy diplomatát küldtek Beirutba, a pro-német franciával, Gérarddal, hogy fegyvereket szállítsanak a lázadóknak Irakba. A diplomata Rudolf Rán kiválóan beszélt franciául, és kísértetiesen emlékeztetett Otto Ránra. A fényhozónak talán mégis sikerült megmentenie hűséges hívét? A tények erre utalnak. 1944. február 23-án valaki 5471 márkát fizetett Himmler fekete alapjából Otto Rán számlájára, ami körülbelül 3000 font mai árfolyamon. Vajon miért volt ez szükséges öt évvel Rán halála után? Rudolf Rán árja bizonyítványa is hiányzott a dossziéjából. Furcsa egybeesés, ha arra gondolunk, Otto Rán sem rendelkezett ezzel a dokumentummal. A francia szerző Christian Bernadac és még sokan mások úgy hiszik, Otto Rán eltűnését a nácik szervezték meg, ahogy Rudolf Ránként való visszatérését is. Rengeteg megválaszolatlan kérdés és rejtély övezi a -e titokzatos ember életét és halálát. Talán megtalált a gyermekkori álmát a Szent Grált aminek keresésére mindent feláldozott és betegintést nyerhetett a színfalak mögé, amiről mi csak álmodhatunk. A legendák szerint a II. világháború végén a Berlinbe benyomuló szovjet hadsereg egy olyan föld alatti nyomdát talált, ahol ezt a könyvet nyomtatták, annyi példányszámban ahány lakosa volt Berlinnek. A könyv sok kiadást megélt már, de eddig csak szándékosan megvágott és átírt változatok kerültek az olvasók kezébe. Ez a könyv az eredeti, 1937-es kiadást tartalmazza. Könyvünk nem kíván pálcát törni Ottorán személye felett, sem a nézeteit nem kívánja propagálni. Egyetlen célunk, hogy megismerjük azt a szemét, akit a történelem vihara a saját halálába sodort, és nélküle egy rendkívüli kutatóval lett szegényebb a világunk élete és kutatásai számtalan embert inspiráltak. Köztük George lucas és Steven spielberg is, akik rán életét és munkásságát dolgozták fel Indiana Jones című filmsorozatokhoz. Igaz, ez sem a filmekben, sem nyilvános nyilatkozataikban nem említik meg soha. De rán karaktere, a rettenthetetlen és hatalmas tudású kutató, aki nem fél eljutni olyan helyekre is, ahova más nem tenné be a lábát sem, még a hollywoodi máz mögött is egyértelműen felismerhető. A luciferi vallást nem követendő példaként mutatja be ez a könyv sem, hanem egy olyan letűnt kor eszméjeként, amit a mai napig regnáló egyház, a Szent Háborúra és az Inkvizícióra hivatkozva igyekezett kiírtani, és teszi ezt a mai napig. Kötetünk vallástörténeti kuriózum. Egy olyan világba kalauzolja el az olvasót, amit egy bátor, és elszánt ember nélkül sosem ismernénk. Az ő neve Otto Rán.